8. alkalommal került megrendezésre a Fehér Vászon Filmfesztivál. Az egyik közvetlen szoros együttműködő partner a MAFS. Az idén is látható MAFS válogatás? Igen, természetesen ez már hagyományá vált. Tulajdonképpen a fehérvári filmek mellett állandó programszáma a MAFS-os filmek vetítése. Most az 58. országos fesztiválnak a legjobb filmjeit hoztuk el idén. Tegnap volt egy másfél órás vetítés ezekből a filmekből, illetve mai nap is egy másfél órányi adagot nézhetnek meg az érdeklődők. Mit lehet tudni? Volt-e valamilyen trend, vagy valami divat a mostani alkotásoknál, amik beérkeztek? Föl lehet-e fűzni valami központi témára ezeket? Hogyan láttad az előzsűrizés folyamán? Elég vegyes volt a felhozatal. Minőségileg szerencsére nagyon jó filmek készültek. Ami feltűnő volt, hogy idén a dokumentumfilmek kevesebb számmal képviseltették magukat, illetve nem olyan jó minőségűek készültek. Tehát a válogatás, amit lehoztunk ide, abba alig találni dokumentumfilmeket. Tehát a kisjátékfilmek viszont nagyon megerősödtek. Van néhány kísérleti film is, ugye az inkább ilyen réteg dolog, de amik vannak, azok nagyon erősek idén is. Nagyon érdekes ez a háttér, mit kell erről tudni? Régi filmes szakkönyvekből másoltam ki fóliára néhány érdekesebb ábrát, amelyet egy áttetsző plexifogas kerekre ragasztottam rá, kvázi egy fényfestés dekorációval a fesztiválon. A fesztiválra említetted, hogy 9 alkotás érkezett. Volt ezekben valami közös műfaját, vagy egyáltalában a módot, a kivitelezést tekintve? Van néhány animáció, van néhány stop motion, és gyakorlatilag mindenféle a 9-ből, amit elmondhatok. Különböző alkotások érkeztek, különböző kategóriák, sok most egy alkotó csoportokról nem tudok, amelyek együtt dolgoztak volna, és egy koncepció alapján küldtek volna valamit direktőre.